Itt vagyunk Olaszliszkán, és hamarosan megyünk be a faluba, és találkozunk a katolikus pappal, András atyával, aki állítólag nagyon-nagyon jó fej, megmutatja majd nekünk a templomot, és tegnap este már megszereztük a templomtoronynak a kulcsát, ahová szintén fölmászunk, és körülnézünk, megnézzük fölülről Olaszliszkát, utána pedig elsétálunk a zsinagóga romjaihoz, és végül a Kossuth házban zárjuk a mai délelőttöt. Gyertek, tartsatok velünk! Fent vagyunk az olaszliszkai templomnak a tornyában, ami az 1300-as évek elején épült, eredetileg katonai őrtoronynak, majd később hozzáépítették a templomot. Olaszliszkáról egyébként mindenkinek nagyon furcsa dolgok jutnak az eszébe, pedig már második Endre királyunk is kifejezetten pozitívan nyilatkozott a faluról, és hát mi magunk is megtapasztalhattuk tegnap este a helyiek vendégszeretetét. Na és az a helyzet, hogy például itt most alattunk látszik a falu. Itt lent látni hatalmas polgárházakat, amik talán 300-400 évvel ezelőtt épülhettek, tényleg egészen nagy udvarokkal. Ezek mind egykori borkereskedő házak, illetve, ahogy a főutcán eltekintünk, ott látszik egy emlékműszerű fal. Oda majd le is fogunk sétálni. Ott állt valamikor az olaszliszkai zsinagóga, és hát bizony itt is volt egy csodarabbi, Friedmann Herschele, úgyhogy majd az ő emlékének is egy kicsit utána járunk, és természetesen megnézzük a zsinagóga romjait is, ahonnan rálátni a Bodrog folyóra. A következő dolgot azt egyébként somlói barátaim kedvéért mondom el, bár nekik már elmondtam, tehát ők tudják. Ugye az a helyzet, hogy van az úgynevezett vulkáni köszönés a Star Trekben, ezt biztos mind ismeritek. Tehát ez a vulkáni köszönés. És mostanában a Go Volcanic nevű projekttel, a Vulkanikus Borok Fesztiválján a lányok, asszonyok Cartwright-ék a vezetésével, hát így köszönnek egymásnak. Na de mi ez? Ez nem más, mint a zsidóknál a papok, a kohanniták áldása. Hogyha találtok egy zsidó temetőben egy olyan sírt, amin egyébként a kezek így vannak fölrakva, akkor nagyon jól ki lehet venni, akkor ez azt jelenti, hogy a pap így áldotta meg a tömeget, és hogy a kezei között átszűrődik az isteni fény. Tehát a kezei közt átszűrődő fény az áldás. És a mai napig, ha valakinek a nevében a Kohent megtaláljuk, ahogy egyébként itt is az elhurcoltak között van Kohen, meg is találtuk, akkor ez azt jelenti, hogy ő az egykori templom papjainak a leszármazottja. A leghíresebb ilyen ember, aki egyébként ezt ki is ütközött, imádott tanítani. Ő egy énekes volt, úgy hívták Leonard Cohen. Dalokat írt és verseket. És gyakran a közönséget a koncertjénél így áldotta meg. Nagyon jó. Hát szeretettel köszöntöm Önöket Olasziszkán, és első kereszt kérdésem, hol született Kossuth Lajos? Hát nyilván a liszkaiak szerint Olasziszkán. Ez csak természetes, hogy így született, hiszen látjuk a házon a dátumot, 1756. Tehát 1802. szeptember 19-én a Weber nagypapa házában természetesen, hogy megszülethetett Kossuth Lajos, hiszen apukának, Weber Lászlónak akkoriban Sátorolja Újhelybe megyegyűlésre kellett mennie. Na most nyilvánvaló, hogy a várandós anyukáját, vagy várandós anyukát nem fogja otthon hagyni Monokon, ott, ahol éltek és dolgoztak az Andrássyéknál, hanem hazahozza a nagymamához, leteszi a szülői, nagyszülői házban, és úgy megy el megyegyűlésre. Vége volt ennek a megyegyűlésnek, hazajöttek, fogták a gyermeket, és hazavonultak vele. Na most, mivel evangélikus családról van szó, a tájai evangélikus pap ment ki a gyereket megkeresztelni, de hogy ennek se legyen semmi nyoma, gyorsan le is égett a tájai templom, vagy egyéb okok miatt tűntek el ezek az iratok. Teljes a káosz, de ami biztos, hogy Kossuth nagyszüleinek itt van a háza. A másik nagy kérdés az az, hogy Olaszliszkát vajon miért nevezik Olaszliszkának? Éltek-e itt olaszok? Az a nagy helyzet, hogy az 1200-as években a tatárjárás után a magyar királyok úgynevezett olasz, vagy másként vallon telepeseket hívtak be erre a vidékre, akik szőlőt telepítettek, szőlőt műveltek és bort készítettek. Tehát ők a mai értelembe véve nem voltak olaszok, inkább olyan népesség, akik új latin nyelven beszéltek. Az is lehet, hogy burgundiaiak voltak, az is lehet, hogy vallonok voltak, de még az is lehet, hogy Olaszország valamelyik területéről érkeztek. Innen a település neve. Üdvözlünk titeket itt a hajón, Samuel Tinont és Mathilde Lilot Olaszliszkáról, ami önmagában is egy izgalmas történet,
hiszen ti franciák vagytok, és itt éltek Tokaj hegy alján, te borászként, te pedig borszakíróként, nemzetközi szoktekintélyként éled itt az életedet, és itt neveltétek fel a gyerekeiteket is. De hogy jött az ötlet? Hogyan kerültetek ti egyáltalán Magyarországra, és miért pont Tokajba? Hát miért Tokaj? Ez egyszerű, miért Tokaj? Mert Tokaj. Ez Bordeauxból és Párizsból Tokaj az elegendő, hogy ezt mondom, hogy megeri. Utána ez már miért Liszkán, és miért az egész család és az életünk, ez egy ilyen folyamat, ami, hogy mondom, ez már valamilyen módon, nem mondom, hogy veretlen, de nagyon fokozatos, ez már nem volt egy ilyen döntés, hogy ez már nagyon régen, mondjuk, hogy azt akarunk és azt keresünk. Viszont az út arra vezet minket, hogy ezt meg itt ismertünk egymással, és utána ezt meg vettük egy ház, utána volt egy esküvő, és utána jöttek a gyerekek, igazán több országban laktuk folyamatosan egyszerre, szóval ez már sokat utaztunk. Viszont amikor jött az óvodának a kérdés, akkor ez meg valamilyen módon ez meg ott volt, hogy ez meg akkor Liszkaiak lettek a gyerekünk. De odaadnám a szó a Martinnak is. Szerintem nem lesz egy másik verszió. Azt árulj el nekem, Matilt, hogy vajon mit gondol ma egy francia borász, vagy egy francia borszakíró a tokai borról? Mindig szerintem az mindenki, ez egy valami... nem mondom, mint egy csoda, csak van valami, amikor Tokaj mondom bárkinek, újságírók vagy emberek, bármihol a világban, akkor mindig csinál, mint egy kis csillag. Azt hiszem, hogy az utolsó kérdés, és ti döntitek el, hogy ki válaszol. Mi van a pohárban? Látok itt egy palackot, az van ráírva, hogy olasz Liszka. Ez maga a település. Még az is rajta van, hogy hárslevelű, tehát 2017-es olasz liszkai hárslevelű, de ritkasság azért Magyarországon és hegyalján, hogy egy település neve van ráírva. Egy település neve, de szerintem először, mert nagyon büszkék vagyunk rá. Az egész falu van egy szuper csoport, ez a Amici Vinorum, olasz Liszka, és akkor ez egy hárslevelű, 2017-es, ez nagyon tetszik nekünk, ez egy közös por, szerintem az a legfontosabb. Szerintem Samuel, ez egy ember, aki nagyon szereti közös lenni, neki a legfontosabb. És akkor adom most egy szót neki. Igazán a falu bor, szerintem ez egy fantasztikus lehetőség a tokai név és a gyűlök között. Mert igazán, ha megnézzük 30 évvel ezelőtt, a tokai volt az egyedüli név és a feliteres sötét üvega a referenciánk. Viszont most 30 év után már tudunk, hogy van több mint 400 gyűlő, borzasztó nevekkel, fantasztikus geológiával, és viszont ha akarunk kommunikálni azt külföldön, akkor valamilyen módon a Google ez már felismeri minden település, de a gyűlők ez már mindig nem teljesen jó, és rengeteg sok gyűlő azonos nevekkel van különböző faluban. Ezzel a mozgalommal ez már úgy tudunk mondani, hogy Tokaj ez már 27 település és 400 gyűlő, és ezen ez már segít állni, hogy mi merre van. Szóval ez körülbelül az. Hát szuper, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm. Sziasztok. Egészségetekre.